Új, korszerű eszközöket kapott a Vármegyei Kórház gyermekosztálya. Az ultrahangdiagnosztikai készülék mellett egy gyors és pontos eredményt adó kislabor készüléket is vásárolhatott az intézmény. A nagyértékű fejlesztést a Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. Adományából finanszírozta a kórház. Ebben az évben majdnem 3,5 millió forint értékű adományt kaptunk, amiből egy ultrahangos vizsgálófejet, amit az újszülött intenzív osztályon fogunk használni, kardiológiai vizsgálatokra szereztünk be, illetve egy CRP készüléket. Ez egy kis laboratóriumi készülék, ami gyors, 2 percen belüli labordiagnosztikát tesz lehetővé, arra való, hogy a kis betegek, akik érkeznek hozzánk, valami fajta lázas megbetegedéssel, akkor nagyon gyorsan lehet abban véleményt formálni, hogy szükség van-e antibiotikum alkalmazására náluk, vagy nincs. Az adomány átadón elhangzott, a Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. 4. alkalommal nyújtott nagyértékű támogatást a Vármegyei Kórház gyermekosztályának. Ez már 2019 óta tart ez az együttműködés, ez a kapcsolat, és szeretném itt mindenkit megköszönni az eddigi támogatást és a mostani támogatást is, és ebben a formában eddig 2019 óta több mint 15 millió forint támogatás érkezett intézményünk gyermekosztályára, amely összegből különböző gépet, műszereket, monitorrendszereket szereztünk be. A gyermekosztály az egyik legjobban felszerelt és legnagyobb osztályunk közé tartozik, ezekkel az adomány által beszerzett eszközökkel tovább tudtuk növelni az osztály felszereltségét. Ezáltal tovább tudtuk javítani az ellátás szakmai színvonalát. Szabó Tünde, kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője szerint a vadásztársadalom összefogása, társadalmi szerepvállalása minden szervezetnek példát mutathat. Ez egy példaértékű összefogás, ez is azt mutatja, hogyha összefog egy szervezet, mire képes, bármire képes. Ugye, hogyha az elmúlt 10 évet nézzük, akkor több 100 millió forint érkezett a kórházaknak. Az elmúlt esztendőben több mint 46 millió forinttal tudták segíteni a 20 kórházat. Ebből kerül 3,3 millió forint Nyíregyházára, a Jós András Oktatókórházba. Az országos szervezet ügyvezetője elmondta, a korábban megyei szintű kezdeményezés 2019 óta országos programsorozat. A vezető kiemelte, Szabolcs-Szatmár-Berekben 4 eseményt szerveztek a helyi társaságok, akik kiemelkedő munkát végeztek a rendezvény sikere érdekében. A szervezet ügyvezetője a Felső-Tisza vidéki vadgazdák szövetségének, valamint a Bockereki Vadásztársaságnak elismerő oklevelet adott át. Az országos jótékonysági vadászat mára Magyarország legszélesebb körreható karitatív programjává vált. 120 ezer beteg gyereken segítettek azok az eszközök, amelyeket az elmúlt 10 év alatt adományoztunk. Ez szám szerint 286 orvosi eszköz, ahogy említettem, mindegyike a hiánypótló kategóriába sorolható. Ezek között megtalálható számos életmentő eszköz is, és 170 millió forint az az összeg, amit a magyar vadásztársadalom ezen a karitatív programon keresztül, tehát a jótékonysági vadászaton keresztül a magyar egészségügy számára adományozott. A Vármegyében idén decemberben 4 helyszínen szerveztek jótékonysági vadászatot. A gyűjtéshez 118 vadász és 18 támogató járult hozzá. Fontos változás, hogy idén már nem csak regisztrációval, hanem telefonon keresztül is támogatható majd a kezdeményezés.